épületeknek, most ezekről beszélünk, a homlokzati kialakítása az viszonylag egész az antikvitásig, a nagyjából az antik osztoprendekig, és mondjuk a 19. századnak a közepéig ezek a szabályok többé-kevésbé életben is vannak. Mármint az a része a dolognak, hogy a szín az nem egy ártatlan valami, az jelent. Jelentést hordoz, azt a jelentést mutatja, hogy például egy ajtó, egy ablakkeret az elvileg kőből volna, de hát nem volt annyi pénzünk, megcsináltuk vakolatból, de olyan színre festettük, mintha kő lenne. És így tovább. Tehát a színeknek van jelentőség. A történetépületnél azért van egy nagyon fontos dolog, az, hogy ugye hosszú előéletük van, és valószínűleg elég sokszor átföstötték őket, tehát több réteg halmozódott fel rajtuk, néha aztán ez olyan sok is, hogy már szinte alig látjuk a tagozatokat. Ilyenkor mi következik? Egy rendes, alapos, az épületet nem tönkretevő, finoman végrehajtott falkutatás, rétegkutatás, amelyik feltárja azt, hogy ennek az épületnek mondjuk a születésekor vagy a korai szakaszában mi volt a színe, hogyan gondolták el a megrendelő, aki akkor elég erősen beleszólt, az alkotó, építész, kivitelező, milyen anyagokat használtak, az sem mindegy, ugye, mi volt éppen, nem úgy, mint majd bemegyünk a színboltba, aztán veszünk, amit akarunk, hanem hogy milyen természetes színező anyagok álltak rendelkezésre. Tehát így ki volt alakítva ez a dolog, hogy milyennek színeket használnak, és azt milyen szabályok szerint lehet felfesteni. Először is a színskálára mondanám azt, hogy ugye a színeknek a használata, épp az előbb említettek miatt, összefügg, hogy melyik korszakban épült, vagy mikor festették először az épületet, hogy akkor milyen anyagokhoz tudtak hozzáférni, pigmentekhez, például fölfestékekhez, vagy mondjuk, hogyha egy ilyen szürkép színt akartak elérni, akkor venyigehamut kevertek a meszes festő anyagba, és így tovább. Tehát a színeknek van egy ilyen eredete vagy határozata is, viszont hogy hány színt használjunk, az már még ennél is rafináltabb kérdés, mert elsőre azt gondolnánk, hogy hát minél színesebb van, annál érdekesebb és annál értékesebb, hát ez nem egészen így van. Visszautalnék arra, hogy a színeknek jelentésük van. Általában az a szabály a történeti épületek honlózatán, hogy lehetőleg kettőnél többet, de háromnál többet biztosan ne használjunk, hiszen nincs annyiféle, van egy alapség, van a kiemelkedő tagozat, és van mondjuk még a nyilázdároknak, abloknak, ajtóknak a színe, de kb. Ennyi, ami nagyjából elfér. Történeti épületeknél ugye most megint csak azt tudom mondani, hogy a legjobb megoldás az, hogy visszatérünk ahhoz a színhez, amelyik szint annak idején az építető és a kivitel vagy akkori tervezője választotta, de valóban lehet egy kisebb mozgástér, mármint az adott korszakon belül alkalmazott, divatos és járat a színek kiválasztásánál, különösen akkor, hogyha a évtizedek, évszázadok után, behatásai után már nem nagyon tudjuk, hogy milyen volt az eredeti. Ugye ez nagyon optimista megállapítás, hogy majd a rétegkutatás megállapítja, azért ez nem mindig sikerül. Persze ilyenkor jönnek segítségünkre, tudnak sietni az épületen kívüli források. Például az, hogy a levéltárakba, családi levéltárakba, építetőnek a levéltárak kutatnak, hogy na milyen lehetett, és egész érdekes összefüggések merülhetnek föl. Például egy történeti városban a szokásos divatos színek között egyszer csak megjelenik az adott korszakban valami egészen furcsa, mondjuk lila szín éppen, ami ugye elég nehezen állítható elő, ugye a legdrágább színek a kék meg a voltak, és akkor kiderül, hogy ja, ez az történt, hogy amikor az építető vagy a tulajdonos újra színezte áldat, akkor éppen valahonnan a másik az ország vagy a világ másik végébe hozott magának feleséget, és a feleség ízlését követte, egy ottani, ott divatos színt hozott át. Tehát ezek az áttételes kutatások is érdekes eredményeket hozhatnak. Bizony a tulajdonosoknak a mozgástere is korlátozott. Szóval a műemléki védelem pontosan azt jelenti, hogy olyan helyzetben, olyan állapotban szeretnék megóvni, továbbadni az értékeket, ahogy az ugye ránk maradt, vagy ahogy az vissza helyre lett állítva, és ezekben az esetekben ez a tulajdonosi szándék vagy mozgástér, ez bizony meglehetősen korlátozott. Mondjuk olyan érdekes helyzetek előfordulhatnak, hogy egy városi épületnél mondjuk több olyan periódus volt az épületnek, amelyek egyformán fontosak. És akkor lehet mérlegelni, melyik periódushoz térünk vissza, vagy melyik periódusból maradt több, melyiket jelenítjük meg, és ilyenkor előfordulhat, hogy
a jó esetben, hogy ez találkozik az építető, a tulajdonos ízlés, a mostani tulajdonos ízlés, és inkább ezt válaszok, mint egy másikat.